A Matyó Kertbarát Egyesület újabb versenyt hirdet, melynek keretében a legnagyobb tököt, továbbá különleges formájú zöldségeket és gyümölcsöket is keresnek. A szervezet kezdeményezéséhez folyamatosan csatlakozhatnak a mezőkövesdiek. A legnagyobb tök versenyéről még senki sem késett el, hiszen a tökmagot áprilisban és májusban kell elvetni. Fajtától függnek, mert vannak óriás tökfajták is, aminek az a lényege, hogy egy virágot kell rajta hagyni, azt az egyet kell nevelgetni, trágyára ültetni, vagy trágya legyen bőven alatta, locsolni folyamatosan kell, gazolni persze kell, és azt az egyetlen egy gyümölcsöt kell óriási nagyra megnevelni. A kertbarátok emellett különleges formájú zöldségeket és gyümölcsöket is várnak a kertészkedőktől. Ma a zöldségfélékre, gyümölcsfélékre is kíváncsiak vagyunk, mert ott is néha olyan alakzatok előjönnek, hogy érdemes őket megmutatni másoknak, hogy miket is tudnak teremni ezek a fák, vagy a zöldséges. A versenyekkel kapcsolatban érdeklődni és nevezni is e-mailben a matyokertklub@gmail.com címen lehet. A megtermett növényeket a Matyó őszi gyümölcs-zöldség kiállításon mutatják be és díjazzák, melyet szeptember 16-án rendeznek meg Mezőkövesden.